A legkisebbektől az idősebbekig mindenki nagy odafigyeléssel gyakorolta a tollaslabdát Cegléden. A tábort Szűcs Zoltán vezeti, aki Budapesten a Talentum Tollaslabda Sportegyesületnél tart edzéseket a gyerekeknek. Minden gyereket igazából szívesen látunk, akinek ez tetszik, vagy érdekel, vagy most akarja kipróbálni. Úgy alakult a tábor, hogy egy pesti klubból jöttek kezdők és haladók, és persze jöttek még ceglédi gyerekek is. A kezdők nagyon sokat fejlődhetnek az 5 nap alatt, mondta az edző. Aki kellő figyelemmel van a játék iránt, a napokban sok mindent elsajátíthat. Sokaknak újdonság lehet, hogy nagyon sokat gyakorlunk lábbal, ami a tollaslabdában legalább olyan fontos, mint a kéz, meg az ütő. Tehát látszik napról napra, hogy már kicsit koordináltabb a mozgásuk, emiatt jobban megy a játék, emiatt még lelkesebbek lesznek, és ez így folytatódik tovább. Az egyik ceglédi fiatal, Bimbó Petra például október óta tollasozik. Rendszeresen jár edzésekre a ceglédi tollaslabda csarnokba. Petra arról beszélt, hogy mi tetszik neki ebben a sportban. Igazából szeretem, amikor ilyen trükközni kell a labdával, amikor nagyot vagy kisebbeket ütni, és ezért szeretem. És most hogy tetszik a tábor? Nagyon jó, eddig mindenféle gyakoroltunk, ütögettünk, meg így a labdát fel kellett ütögetni, és eddig nekem nagyon tetszik. Kerekes Balázs pedig Pestről érkezett a táborba. Ő 12 éves, és 4 éve űzi a tollaslabdát. Igazából a Balatonon a szüleimmel tollasozgattunk, és egyszer anyukám azon kapta magát, hogy egész jól megy, és akkor mondta, hogy kezdjek el játszani, és elkezdtem játszani. Balázs legnagyobb álma, hogy egyszer majd kiusson az olimpiára, mint mondta. Magyarországon egyébként az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a tollaslabda.